Tele vannak a polcok karácsonyi díszekkel, ajándékcsomagokkal, édességekkel az egyik kiskereskedelmi lánc szekszárdi üzletében. A vásárlók egy része azt mondja, szereti, hogy már ilyenkor ünnepi hangulat uralkodik az üzletekben. A gyerekeknek könyvet, játékot, hát a szüleik már inkább ajándékutalványt kapnak egy kis édességgel, és ugyanez vonatkozik a nagyszülőkre is, már mint a saját szüleinkre. Mit szól ahhoz, hogy már novemberben karácsonyi hangulat uralkodik az üzletekben? Én imádom a karácsonyt, úgyhogy nekem nem baj. Én is elkezdtem. Hát ilyen karácsonyfadíszeket, ennivalót, húst. Ajándékokra? Ajándék az nem nagyon, mert nincs kinek. Nem minden vevő ért azonban egyet ezzel a fajta üzletpolitikával. Én nem nagyon örülök neki, megvallom őszintén, mert bármit szeretnénk vásárolni, azt december végén is megkapjuk tulajdonképpen karácsony előtt pár nappal. Én nem szeretem, hogy ennyire korán már karácsony van. Szerintem lelövik a poént a gyerekek elől. Már november elején kikerültek a karácsonyi díszek és ajándékcsomagok a bolt polcaira. Éppen azért, mert a vásárlók általában nem hagyják utolsó pillanatra az ajándékok és az ünnepi menü hozzávalóinak beszerzését. Folyamatosan vásárolnak. Van, aki kifejezetten az akciós időszakra vár ilyenkor, mondja a kiskereskedelmi lánc szóvívője. A karácsony megelőző időszakban az édességek, ezen belül pedig a szaloncukor, illetve az ajándékcsomagolású kozmetikai termékek, valamint a sütéssel és az asztalterítéssel kapcsolatos áruféleségek a legnépszerűbbek. Ezek mellett pedig második helyen, de nem elhanyagolható módon, a gyermekjátékok vezetik az értékesítési rangsort. Az Országos Kereskedelmi Szövetség adatai szerint idén 1200 milliárd forintot költhetnek a magyarok decemberben, ami rekordot jelent. Egy másik felmérés is azt támasztja alá, hogy karácsonykor nagyon sokat költenek a magyarok. Eszerint már átlagosan 48.400 forintot tervezünk költeni karácsonyi ajándékokra idén. Ez 7.000-rel több, mint tavaly, és több, mint 20.000 forinttal haladja meg a 4 évvel ezelőtti keretet. Átlagosan 8 embernek vásárolunk karácsonyi ajándékokat.